Jó estét kívánok, ahogy ígértem, folytatjuk a műsort a kiemelővel. Ma elsőként Farkas Gábor Ybl Miklós díjas építész érkezik stúdiónkba, aki kiérdemelte és a hétvégi városi napi gálán át is vette a Kecskemétváros díszpolgára kitüntető címet. Ezután ma egy ma tartott előadásról számolunk be önöknek, amely a babahordozó eszközök előnyeiről és helyes használatáról szólt, és végül itt lesz dr. Mócár Csaba háziorvos, a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője is. Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, ennek apropóján beszélgetünk majd a megelőzésről, a szűrővizsgálatok fontosságáról. És végül egy kellemes témával zárjuk, megmutatjuk önöknek azt, hogy milyen szépen virágzik a kikerics páhin. Már is kezdünk. Farkas Gábor Ybl Miklós díjas építész vehette át idén a szombati városi napi gálán a Kecskemétváros díszpolgára kitüntető címet. A kitüntetettet köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok, és egyben gratulálok. Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Híradó előtt beszélgettünk, és az volt a kérdésem, hogy van-e még itt a pályája csúcsán egy építésznek abban a városban, amiben, ahogy fogalmazott, imád dolgozni, olyan terv, amit még meg kellene valósítani, vagy részt kellene venni, és azt mondta, hogy hát már nagy tervei nincsenek, a fiataloknak át kell adni a helyet. De hát azért vannak itt szép dolgok, a Három Gunnár szálloda, a Kecskemét történelmi főterének mai állapota és kinézete, ez mind-mind az ön nevéhez kötődik. Amikor átvesz egy ilyen díjat, akkor azért mondt egy mérleget, és mi az, ami amire a leginkább büszke kecskeméti munkásságában? Hát a kérdés első felére, hogy van-e még valamilyen vágyam, amit meg szeretnék csinálni, erre úgy fogalmaztam meg már, hogy valószínű, hogy a pályámnak a csúcsát már elértem, és akkor innentől már csak arra kell vigyázni, hogy ez a lejtő minél laposabb legyen, amikor végképp abban fogom hagyni. Valószínű, hogy akkor, amikor kiesik a ceruza a kezemből. És hát a másik kérdésre, hogy hát tulajdonképpen mi az, amit ér az ember, és akkor van-e ilyenkor mérleget? Hát én úgy gondolom, hogy 52 év óta, amióta Kecskeméten, hogy mondjam, építészként dolgozom, minden egyes nap ez úgy telt el, hogy a szeretett városomat szerettem volna szépíteni és szolgálni. Hát, hogy ez mennyire sikerült, ez valószínű, hogy nem én fogom eldönteni, hanem a városi polgárok fogják eldönteni. És hát én úgy érzem, hogy ez a nagyon megtisztelő, hogy mondjam, cím, amelyet én most kaptam, ez tulajdonképpen egy visszajelzés arra, hogy valószínű, hogy nem rontottam a városképen, de legalább szinten tartottam, vagy netán emeltem is valamit. Hát azért ezt a gondolatmenetet folytatva egy építésznek, de akár egy kertésznek is nehéz munkája van, hiszen soha nem tud olyat alkotni, vagy olyat kitalálni, ami mindenkinek 100%-osan megfelelne. Azt mondta, hogy úgy érzi, hogy akkor valószínűleg olyat alkotott, ami jó irányba viszi a város, de vajon most építészetileg, mai szemmel ön szerint jó irányba halad a város? Én szerintem igen. Azért, mert megjelennek most már ugye a mai korra jellemző épületek, itt a kollégák által, meg hát én is még egy-kettőt tervezek, aminél az a lényeg, amelyeknél az a lényeg, hogy érződjék rajta az, hogy valaki tudja azt, hogy Kecskemétre tervez, érezze azt, hogy az a környék vagy környezet, ahová ő tervez, annak milyen karaktere van, és hogyan lehetne folytatni azt az építészeti szintet vagy színvonalat, amely a városban pozitívnak vehető, de ugyanakkor az épületeken meg kell, hogy jelenjék az, hogy 2019-et írunk, és a mai kornak megfelelően egyrészt az esztétikai irányvonaloknak, valamint az anyaghasználatnak és sok minden másnak meg kell jelenni. Tehát úgy gondolom, hogy ennek a két oldalnak az egészséges ötvözete tudja megteremteni azt az építészeti összképet, amelyet hát én legalábbis magam részéről pozitívnak és jónak látok.
Mi nap mint nap itt vagyunk ebben a városban, és méltán vagyunk elfogultak, de egyébként Kecskemét mennyire gazdag építészeti műremekben, mennyire számít egy gazdag városnak építészeti szempontból? Hát nem nagyon számít gazdagnak, csak lokálisan, mert ugye egy olyan városban, ahol nem voltak, mit tudom én, háborús hadak keresztülvonulása, meg volt megfelelő építőanyag, nem a sár meg a homok, az nyilvánvaló, hogy sokkal több olyan építészeti emlék van, vagy műemlék van, amelyről azt lehet mondani, hogy ez egy műemlékekben, vagy építészeti hagyományokban egy gazdag város, de Kecskemét ugye a szecesszió városa, és hát úgy gondolom, ezt nem én állapítottam meg, nyilván, hogy ezt helyeslem is, hogy a vidéki városok közül Kecskemét, amely a szecesszió fővárosa, legalábbis ezt a titulust már ráakasztották. Mivel foglalkozik ma, és hogyan telnek Kecskemét város díszpolgárának a napjai? Van-e olyan munka, amin most dolgozik? Hát most is dolgozom, nem kecskeméti munkákon, közeli településen, Pest megyei településen polgármesteri hivatalt, valamint egy uszodát tervezek pillanatnyilag, és hát ez lefoglalja az időmet, és hát úgy gondolom, hogy szinten kell tartani magam sok mindenben, mert már teljesen más a világ, mint ezelőtt, amikor én pályakezdő voltam. Lejárt a rövidre szabott műsorítunk, egy kérdést, látjuk még munkáját Kecskemét városában? Hát ez nem rajta múlik. Majd, ha még valakinek, hogy mondjam, az az ötlete támad, hogy valamivel megbízok, akkor természetesen állok elé, de úgy gondolom, hogy Kecskeméten már annyi mindent tettem, hogy most már a felnövekvő új nemzedéknek át kell adni a területet. Mi azért ezúton köszönjük a munkáját Farkas Gábornak, azt is köszönjük, hogy itt volt ma este. Köszönöm szépen én is. Folytatjuk a műsort. A babahordozó eszközök előnyeiről és helyes használatáról tartott előadást dr. Boda Tamás kedden délelőtt a Malom Központ Libri könyvesboltjában. A rendezvényen kiderült, hogy a hordozás élménye a gyermek későbbi fejlődésére is óriási hatással van. A babák helyes hordozásáról és a csecsemőkori csípőízületi problémák megelőzéséről tartott előadást a Hordozó Hét programsorozat keretén belül dr. Boda Tamás, a Bács-Kiskun megyei kórház ortopéd traumatológus, mozgásszervi rehabilitációs főorvosa kedden délelőtt a Malom Központ könyvesboltjában. Alapvetően a gyerekcsípő az egy érésben lévő csípőízület, amely a születés után még egy 3 hónapig egy érési folyamaton vesz részt. Nem mindegy, hogy ez az érési folyamat milyen körülmények között zajlik, illetve nagyban meghatározza az anyamében elfoglalt helyzete a babának, hogy a születés után a csípő az mennyire fejlett, van esetleg valami fejlődésbeli elmaradás, illetve szükséges-e bármi korrekcióra. A főorvos prezentáción keresztül mutatta be, hogy mire kell figyelni a csecsemők növekedése során. Elmondtam, ma már ultrahang segítségével kiszűrhetőek a csípőízületi problémák, amit ha kellő időben kiszúrnak, megelőzhetőek a későbbi bajok. A combcsont, illetve annak a vérellátása egy elég speciális helyzetű. Előadásában kitért arra is, hogy édesapaként milyen fontos számára a hordozó eszköz. A résztvevőket kérdeztük, ők mennyire használják a hordozókat. Születése óta szinte hordozunk. Nekünk elég hasfájos volt a kisbabánk, úgyhogy nagyon megkönnyítette az én helyzetemet az, hogy nem így kellett fognom, hanem megfelelő hordozó eszköz segítségével újszülött korától ugye megoldódott ez a kérdés. Nagyon jól alszik benne, tehát ez nekünk nagyon pozitív, illetve hát maga a testközelség is, ami miatt szerintem ez nagyon fontos, maga a hordozás. Mi úgy kezdtük az egészet, hogy nem tudtam elaltatni, ringattam órákon át, és a hordozó eszközben láttuk a megoldást, 5 perc alatt elaludt benne, ott volt testközelben, érezte, hogy ott vagyok, megnyugodott, nem kellett ringatnom, mert nem bírtam a hátam miatt, és szerettem volna, hogyha nyugodtan alszik.
Sok anyuka elmondta, hogy azért jött, mert kíváncsi volt, hogyan lehetne rávenni a partnerét, hogy ő is használja a hordozóeszközt. A babahordozók helyes használatáról Butkáné Kis Regina, baba és gyermekhordozási tanácsadó tartott bemutatót. Az áll és a mellkas között legyen, tehát az áll nem érheti el a mellkast, legyen két ujjnyi hely. Ez egy nagyon alap felállás, a baba jusson levegőhöz, ez alap. Tehát szorosan kell legyen a hordozóeszközben. Pontosan mit takarhat ez? Az, hogy a felhúzott tért pozíció, ez a guggoló terpesztett tartás, ezáltal gömbölyödik a babánknak a gerince, és a neki megfelelő kényelmes, terheletlen pozícióban tudjuk őt hordozni. Ezekre kellene figyelni. A szülők a helyszínen meg is tekinthették, hogy milyen típusú eszközöket érdemes használniuk a gyermek életkora alapján, hogy elkerüljék a későbbi problémákat. Butkáné Kis Regina úgy véli, a hordozással a kisgyermek testi-lelki kiegyensúlyozottságát alapozzák meg a szülők. A tanácsadó azt állítja, hogy a módszernek köszönhetően kialakult szülő-gyermek kötelék később a kamaszkor során is előnyként mutatkozhat meg. És van másik 5 percünk egy nagyon fontos beszélgetésre. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. A témával kapcsolatban köszöntöm stúdiumban dr. Móczár Csaba háziorvost, a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket! Már nagyjából definiálni tudom az irányt, hogy hova megyünk. Prevenció, megelőzés. De önök a szakemberek, mire helyezik a hangsúlyt októberben? Hát ebben a hónapban ugye az emlőrák elleni küzdelmet ünnepeljük, vagy ez van a fókuszban. Az emlőrák egy olyan betegség, ami Magyarországon kb. 8000 hölgyet betegít meg, tehát minden 8.-10. hölgy a környezetünkben megbetegszik ebben a betegségben. És ami egy szomorú statisztika, hogy több mint 2000 hölgy hal meg évente emlőrákban. Abban a rákféleségben, amire egy nagyon kiterjedt, országosan megszervezett szűrési rendszer, szűrési hálózat működik, és gyakorlatilag ez egy programozott behívás szerint 45 és 65 év között megcélozza a hölgyeket, 2 évente hívja be őket. Ennek a tapasztalat, doktor úr? Mennyire vesznek részt ezeken a megelőzéseken a nők? Nem tudom, hogy van-e százalékos arány, hogy hány százalék? Hát ugye az ideális arány az 70% fölött lenne, tehát a 70%-os átszűrtség vagy a fölötti arány. Ennek mind a betegség, mind a gazdasági okokból is ez lenne a legideálisabb. Hát Magyarországon 50% körül szór, de inkább 40% körül mozog ez az érték, tehát rendkívül alacsony, majdnem, hogy mintegy kétharmada fele a szükséges aránynak, vagy az ideális aránynak. És sajnos a hölgyek készsége alacsony. Általában egy meghatározott populáció megy el rendszeresen szűrésre, akinek ugye van egy, úgy szoktuk mondani, szűrés tudatossága. Ahogy látjuk, itt működik Kecskeméten is egy erreirányú program itt, és látjuk, hogy majdnem mindig ugyanazok a hölgyek mennek el a szűrésre. Nagyon nehéz a szűrésben részt nem vevő hölgyeket bevonni ebbe a csoportba. Ugye talán a legfontosabb hangsúlyozni azt, hogy amikor már a problémát észleljük, az már lehet, hogy egy picit késő. Tehát a szűrések pont az lenne a lényege, hogy hiába nem érzem magam betegnek, hiába nem érzek csomót a mellemben, menjek el. Erre készült is, és itt tartok a kezemben egy kis színes prospektust. Ezt minden nő megkapja, vagy mit kell tudni erről? Így van, ahogy ön mondja, az emlőrákról is igaz, mint általában minden rákra, hogy minél kisebb a rák mérete egy adott betegnél, annál könnyebb azzal megküzdeni, ugyanígy van az emlőráknál. Az emlőráknak emellett van egy másik gonosz természete, hogy vannak olyan típusok, amikor elég pici a rák, és már akkor esetleg távoli áttéteket ad a betegség. Időnként pont az áttétek jelenlétéből visszabonyolítva diagnosztizáljuk az emlőrákot, a betegséget. Tehát ide nem kellene eljutni. Ezek a szűrőmódszerek, ugye a mammográfia, ami alapvetően egy röntgen alapú szűrőmódszer, ennek pontosan az a célja, hogy nagyon kicsi, tehát néhány milliméteres nagyságban még diagnosztizálja a rákot, és ebben az esetben még jól gyógyítható, kezelhető ez a betegség.
Doktor úr, nagyon rövid az időnk, és ha bár itt ugye a merrák elleni küzdelemről beszélünk, beszéljünk a férfiakról is. Nekik is komoly szerepe van abban, hogy akár a családnői tagjai mikor mennek el az orvoshoz, illetve hát nekik is fontos szerepük van abban, hogy ők is önmagukra, mint egy egészséges férfire tekintsenek. Így van. Mi a helyzet a férfiakkal? Így van. Tehát a férfiaknak, hogy így veszem, akkor kettős szerepe van. Az egyik azért ugye vannak lányaink, vannak feleségünk, vannak édesanyáink, akikre az oda kell figyelni. Tehát már nem akkor kell odafigyelni, és akkor kell a kezünket tördelni, amikor már megvan a baj, és akkor aggódni, hanem már előtte is aggódni kell, és ugye kicsit ez a mi társadalmunkban nincs jelen, de azért illik rákérdezni a lányra, a feleségre, hogy voltál szűrésen, de a felelősség magunk felé is megvan, tehát mi is menjünk el szűrésre, mert ugye a férfiaknál is nem csak az onkológiai jellegű szűrések, tehát a prostata szűrés, a vastagbélrák szűrés, hanem hát a szívérrendszeri szűrések, a kardiovaszkuláris szűrések is nagyon fontosak. Ezek bizonyos életkorhoz kötve azért különböző vizsgálatokat, vérvétel, ugye a vastagbél szűrés esetében a székletvér kimutatás nagyon fontos. Ugye az utóbbira Magyarországon ugyan még nem az egész országot lefedő, de már egy országos program elindult, és az önként jelentkező háziorvosok pacientúráját szakaszosan, behívásos alapon, úgy mint a mammográfiás szűréseknél, behívják a háziorvoshoz, és székletvérvizsgálattal szűrés lehet végezni. Doktor úr, lejárt a műsoridőnk, egy rövid választ kérek, mi legyen az első lépés elég, ha a háziorvosnál már ezekről a dolgokról beszélünk, kérdezünk? Így van, érdeklődjünk a háziorvosainknál. Prevencióról beszélgettünk, nagyon fontos témáról dr. Mozár Csabával. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre. És köszönöm szépen a lehetőséget. Folytatjuk a műsort. Most a legszebb az orchidea tanösvény Bács-Kiskun megyében. A kikericsé az október, ilyenkor rózsaszínbe burkolózik a páhírét. A tanösvényt egész hónapban meg lehet tekinteni. Páratlan látványt nyújtanak a páhírétek itt a Kolontónál. Az őszi kikerics gyönyörű rózsaszín virágtengerbe borította a területet. Segítségünkre pedig a Kiskunsági Nemzeti Park önkéntese Morvai Edina lesz, üdvözlöm. Kezdjük a kikericsnek az elnevezésével, a történetével, hiszen már maga a neve is nagyon különleges, hogy honnan származik. Így van, a tudományos neve a Scolhicum autumnale, ami egy ókori városból, Kolkisz városából ered, ezt a méregkeverők városának is nevezték, ugyanis itt a király leánya Médea is használta ezt a növényt különböző bájitalok elkészítéséhez. És ha jól tudom, akkor van ennek egy nagyon érdekes népies elnevezése is, na arról mit kell tudni? Igen, az egyik népies elnevezése az a kutya döglesztő, ezt azért kaptam, mert ez egy erősen mérgező növény. Magyarországon őshonos az őszi kikerics. Milyen jellemzői bélyegei vannak ennek a növénynek, ennek a virágnak? Az egyik különlegessége az, ahogy a nevéből is ered, hogy ősszel virágzik, ilyenkor hozza ezeket a nagy, akár 30 cm-esre is megnövő halvány rózsaszín, rózsaszínes, de akár fehér színű virágait is, és hát tavasszal akkor pedig a zöld, méregzöld színű, hosszú leveleit, illetve a termését is akkor érleli. Az őszi kikericset Magyarországon hol lehet nagyobb területben megtalálni? Meg gondolom azért a házaknak, a kertes házaknak az udvarain is fel lehet lelni az őszi kikericset. Magyarországon őshonos növény az őszi kikerics, főleg a hegy- és dombvidéken terjedt el, de az Alföldön is megtalálható. Itt a üde kaszáló réteken, mocsár réteken és írtás réteken találkozhatunk vele. Itt van most velünk egy nagyobb csoport, fiatalokból álló csoport, és nem véletlenül, hiszen az orchidea tanösvény híres arról, hogy azokat a gyönyörű virágokat, növényeket, fákat meg lehet itt tekinteni nyilván kísérettel. Hogyan történik ez önöknél? A kolontavi orchideák tanösvényre érdemes egész évben többször ellátogatni. Ilyen szabadon látogatható a tanösvény, és a Kiskunsági Nemzeti Parknak több vezetett túrája is megtalálható itt. Igazából ősszel az őszi kikerics miatt érdemes, de sok más növény is, mint például az őszi vérfű is ilyenkor virágzik, és hát tavasszal pedig ugye az orchideák miatt érdemes ide ellátogatni. Itt a kolontavi orchideák tanösvény nyomvonala mellett több orchideafa is virágzik, főleg májusban és júniusban. Ezek például a vitézkosbor, a huszinújas kosbor, vagy a mocsári kosbor, de a fokozottan védett pókbangó is itt virágzik.
Szerintem még ejtsünk egy két szót erről az őszi vérfűről, hiszen ugye itt megtalálható egyébként a kikerics rét közepén, hát így elelejtve egy-egy helyen. Igen, az őszi vérfű is képes nagy tömegekben virágozni itt ezeken a területeken. Ennek az a különlegessége, hogy egy lepke kötődik hozzá, méghozzá a vérfű hangya boglárka, ami csak erre a növényre, pontosabban a virágába rakja a petéit, és a kikelő lárvák először az éretlen ma kezdeményeket fogyasztják, utána pedig egy vékony selyemszálon leereszkednek a talajra, ahol olyan feromonokat bocsátanak ki, hogy hangyák megtalálják a lepkehernyót, és beviszik a saját hangyabolyukba, ugyanis azt hiszik, hogy az ő hangya lárvájuk. És ott etetgetik, ott nevelik fel, ott nevelkedik fel ez a lepkelárva, majd bebábozódik, és következő júliusában pedig kikel és kiröpül a hangyabolyból. Egyetlen egy dolog maradt hátra, mégpedig, hogy eláruljuk, hogy hogyan is lehet megközelíteni ezt a tanösvényt. A kolontavi orhideák tanösvény Páhi település központjából indul, és onnan egy 8 km hosszas útvonalon mutatja be itt a Páhi réteket, illetve a Kolontó déli területeinek a természeti értékeit. Morvai Edinának köszönöm szépen, aki pedig szereti a természetet, szereti a virágokat, az mindenképpen jöjjön el ide a Kolontóhoz, és csodálja meg akár az őszi kikericset is. Nagyon szép látványt nyújt ez a rózsaszín virágtenger. A Kiskunsági Nemzeti Park őszi díszbe öltözött orhidea tanösvénye egész októberben látogatható gyalogosan. Ma egy fiatalokból álló csapat barangolt a réteken. Endre Márta Veronika nagyon sokat túrázik barátaival és családjával. Vannak gyönyörű szép szöcskék, vannak szitakötők, pillangók, ezeket meg lehet fogni hálóval, meg van egy gyönyörű szép ilyen erdő, ami tele van ilyen húnak kinéző növényekkel is. Aki csak tud, el kell, hogy jöjjön, és vannak itt kikericsek, amik gyönyörű szépek, és vannak gyíkok, madarakat is lehet látni. Mi a te személyes kedvenced? Az orhidea. És miért az orhidea? Anya is szereti. Neki van nagyon-nagyon sok orhideája, és most már én is annyira megszerettem. Szeretik a fényt, meg ilyen nagyon házkedvelő virágok. Aki szereti a természetet, az ne hagyja ki a látványt. Mindenképpen látogasson el a Kolontó mellé, és csodálja meg a kikerics tengert. Régebbinél régebbi SVHS kazetták anyagaiból raktuk össze a következő 14 percet, az Anno magazinunk következik. Tíz évvel ezelőtt, 2009 őszén a 20. század egyik legjelentősebb alkotójának tartott képzőművész Marc Chagall kőnyomatait tekinthették meg az érdeklődők a Cifra palotában. A 112 litográfiából összeállított tárlatról a Kecskeméti Televízió is beszámolt. A mai Annóban ezt a felvételt láthatják ismét. Szeretem az egyszerű embereket, szeretem az igazságot, az őszinteséget. Szeretem az Istent. A művészetben is az igazságot és az őszinteséget keresem, és akarom visszaadni. Irtózom a mesterkértségtől. Én ha adok valamit, önmagamat adom. Írta Marc Chagall 1931-ben megjelent Életem című önéletrajzi művében. 78 év elteltével a magyar közönségnek, azon belül is a kecskemétieknek van szerencséjük városukban vendégül látni a mester alkotásainak egy szegmensét. Thank you.
Magyarország áll, mindenkinek mondja, hogy a világ egyik leghíresebb, legnagyobb és legérdekesebb művésze. Az érdekessége már csak abból is ered, hogy 98 évet élt, és az ember 98 év alatt egy egyszerű halandó is rengeteg mindent tud alkotni. Hát még egy olyan ember, akit a Jóisten ilyen iszonyatos tehetséggel áldott meg. Ha itt körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy a színek kavalkádja az egészen egyszerűtől, az egészen formabontó, fantasztikus álomvilágig, amit ő megteremtett. Az ő korszaka három nagy korszakra osztható. Igazán ez a korszak, amiben most itt állunk, ahol vagyunk, ez az 1956-tól 1960-ig terjedő időszakának a terméke. Ezek kőnyomatok, úgynevezett litográfiák, ami gyakorlatilag másolatok, amit ő készített hihetetlen nehéz technikával. Talán a halandó emberek el sem tudják képzelni, hogy micsoda munka egy ilyen képet megcsinálni, nem beszélve, hogy itt 112 darab látható a Kecskeméti Cifrapalotában. Ismereteim alapján Chagall azon kívül, hogy végtelenül nagyon nagy tehetség volt, emberileg is egy nagyon jó ember volt. Mit tudunk erről? Hát a nagy emberek általában a zsenialitásuk mellett magukban hordozzák az egyszerűséget. Egy nagyon egyszerű ember volt, aki egész életében ki volt éhezve a szeretetre. Talán én azt gondolom, hogy azért is, mert egy végtelenül egyszerű, szegény orosz zsidó családban született. Egy halkereskedő volt az édesapja, és az édesanyja fedezték föl, hogy ebben a kis gyerkőzben micsoda fantasztikus zsenialitás van. És később, ahogy beiratták, művésziskolában majd elment Párizsban, ott ki tudott bontakozni. Nem véletlenül mondja Chagall, hogy a tanulmányaiban, meg hogy így visszakövetkeztet az ember irodalomban, hogy az egész életét meghatározta Párizs, hiszen az itt kirakott alkotásoknak is van egy része, ami hát Párizsról szól. A másik rész ugye abszolút biblia témájúak. A harmadik pedig a cirkusz, hát hiszen a plakátunkon is a zsonglőrnő van. Szóval egy rendkívül színes egyéniség volt, akinek megvoltak a maga szimbólumai az állatok világában, például a kakastól, a tehénig, a kecskéig, és mindig a fantázia világában élt. Földi halandó elég nehezen tudja ezt követni, de hát aki ismeri mondjuk a Bibliát, az nagyon gyorsan végig tudja követni, amit a bibliai témában ki van téve. Chagall írja saját magáról 1931-ben megjelent Életem című önéletrajzában tulajdonképpen, hogy ő mindig önmagát adta, mindig is, hát bocsánat, hogy így fogalmazok, de utálta a kétszínűséget. Mit ábrázolnak az ő képe? Mit akar igazából megmutatni? A szeretetet. A szeretetet, és a Bibliában ugye, hát ha nézzük itt a Dávid, az Ánám, a Sára, ha csak a mögöttem lévő képet nézzük, a tíz parancsolatot. Tehát az a bibliai téma, amiben ő végigjárta egyébként Palesztinát, magát, azt a világot, ami az alapja ezeknek az alkotásainak, az az ihlet, ami az ő belső világát meghatározza. Én mindig szoktam mondani, hogy a művészek, az ekkora művészek,
akiket ilyen zsenialitással áldott meg az Isten, azoknak a lelkében egy különös szegmens a szeretet. És a szeretet az elsősorban azokban az emberekben van meg, akik nagyon nehéz sorsú és nagyon nehéz körülmények között éltek, valamint az Istenhöz való viszonya, az Isten iránti szeretete, az elkötelezettsége, ez az ő egész életét és az egész munkásságát meghatározta. Természetesen volt benne egy bohém attitűd, hiszen aki Párizsban van, Párizsban él, az nem tudja magát ettől elvonatkoztatni. Most élne Chagall, mit gondol, hogyha találkozna vele, akkor hogyan, milyen kapcsolatot tudna kialakítani vele? Hát ez egy személyes jellegű kérdés, ugyanis én magam is azokat a témákat, elsősorban a bibliai témákat, a szeretet témáját, az Istennel való viszonyát, én ugye magam is követem, magam is, hát magaménak vallom, természetesen nem túlzásokban esve, de talán arra a szeretetre, arra a kisugárzásra, ami átjön arra a mai világon is, nagyon nagy szükség lenne. Én nem hiszem, hogy túlzásra azt mondom, hogy a mai emberekben, a mai fiatalságban, a mai ifjúságban kiveszőben van ez a szeretet, márpedig ahol nincsen szeretet, ott békétlenség van, és a békétlenség az mindig egy anarhiát szül. Elsősorban a lelkekben kell rendet tenni, és az látszik, hogy az ő lelkét ezt végig meghatározta. A mai kornak sajnos, a mai fiatalságnak nem mond olyan sokat, mint az én, vagy esetleg a nézők korosztályának, hiszen egy kicsit elvont, egy kicsit bibliai témájú, és ma nem divat nagy nyilvánosság előtt a Bibliáról beszélni, de így a művészetben, a Chagallnak a kezében ez nagyon jó átjön. Akik úgy fognak ide eljönni a múzeummal, hogy áthatja őket ez a szeretet, ez az elmélyültség, hogy megnézik, hogy mit mond egy kép. Tehát nem csak azt nézik, hogy ez meg van rajzolva, meg meg van csinálva, hanem mondjuk mit mond egy kép, mit mond az, amikor a hárfával ott van mondjuk Dávid, és elgondolkodik, és még utána is néz, akkor azt gondolom, hogy egy kicsit a lelke helyre fog jönni. Éppen ezért magának ennek a patika hálózatnak nagyon fontos célja a fiataloknak a bevonása, az elhozása, az, hogy eljöjjenek, hogy igénybe vegyenek egy művészettörténészt, hogy igénybe vegyenek egy tárlatvezetést, hogy tudják, hogy ezek nem egyszerűen feldobált rajzok, figurák, hanem emögött komoly-komoly mondandivaló van. Akkor talán tudok szolgálni egy kis örömhírrel, mert amióta a Kecskeméti TV-n megjelent egy-két interjú, hogy lesz Chagall kiállítás, egy-két közösségi oldalon megjelent az, hogy a fiatalok már várják ezt. De épp azt, hogy mondta, hogy egy kicsit elvont, mégis bibliai témával foglalkozik, én úgy gondolom, hogy pont emiatt lehet most a fiatalokat bevonni ebbe a körbe, hogy minél érdekesebbé tenni a számukra, nem? Én azt gondolom, hogy itt Kecskeméten nagyon sok művészeti iskola képzés van, és azok a fiatalok bizonyára el fognak jönni, és fognak erről beszélni. A célja a Pingvin Patikának, illetve ennek a patikahálózatnak pontosan az, hogy egy szájról szára telegyő hagyományban mondják azt, hogy igen, Kecskeméten itt van annak a világhírű képzőművésznek a 112 darab litográfiája, amit egyébként csak határainkon kívül, vagy Párizsban, vagy Amsterdamban lehet megnézni. Most nem lehet az a kifogás, hogy nincs rá hát kereslet, vagy nagyon sokba kell utazni, hiszen itt van Kecskemét belvárosában, ebben a csodálatosan szép cifrapalotában, és méltó környezetben. Mert azért az is egy fontos dolog, hogy a Pingvin, illetve a patika hálózat sugározza azt, hogy ők egy ajándékot szeretnének adni a kecskemétieknek, ajándékot a törzsvásárlóiknak, de ez legyen minőségi. Minőségi helyen, minőségi épületben, minőségi kultúra, ez a jövő, és azt hiszem, hogy az is a jövő, hogy bizonyos
üzleti körök, bizonyos szervezetek, hálózatok felvállalják azt a fajta kulturális mecenatúrát, ami nélkül nem fog tovább fejlődni. Az a kulturális folyamat, az a kulturális folyó, hogy azt mondjuk, hogy igen, ennél a folyónál meg tudunk állni, ez minőségi kultúra, és ebben azok, akik tehetnek, a tehetősebb üzleti világból finanszírozzák. Ez a patika hálózat nem támogatja. Ez a patika hálózat 100%-ban finanszírozza, követendő, példamutató és példaértékű az egész ország számára, akik ezt megtetik, akik ilyen helyzetben vannak. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha minél többen eljönnének, minél többen megnéznék, és tanulnának azokból a mondani valókból, azokból a témákból, és miután játékokat fogunk indítani, majd, hogy ki tud többet Csagáról, hogyha egy példát mondjak, természetesen konkrét kérdéseket fogunk feltenni, akkor, ha már csak annyit nézett meg a kisdiák, a fiatal, hogy utána néz a keresőben, a oly kedvelt interneten, akkor már nem volt hiába ez a kiállítás. A híróra mindjárt véget ér, de előtte még összefoglaljuk a mai híradó legfontosabb témáit. Egy percben az esti gyors következik. Bács-Kiskun megye 21 településén épülhet új bölcsőde, illetve bővülhet a már meglévő. Mindezt ma jelentette be Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke. Megtagadta a vallomástételt ma reggel a gúz előtt késelő olasz férfi. Az ügy bizonyítási eljárással folytatódik. Véradást szervezett Gereben Lívia javára. A Bács-Kiskun megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság és a Magyar Vöröskereszt kedden délelőtt a Malom központban. Az idősek biztonságáról és egészségéről szólt a mai délelőtt a Katona József könyvtárban. Két személyautó és egy busz szenvedett balesetet az M5-ös autópályán Lajos-Mizse határában hétfőn délután. A karambolban kiszakadt egy motor, egy elszabadult kerék pedig a szemközti oldalban nekicsapódott egy busznak. Holnap is várjuk Önöket hírórával, este 7 órakor kezdünk a híradóval, azután itt a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel és meghívott vendégekkel várjuk Önöket. Számítunk tehát szerdán is a figyelmükre, további szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra!